Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Rex Turicsiz nevű sorozatomnak a következő része. Az előző részben eléggé döcögősen alakultak a dolgok, nem igazán sikerült elintézni semmit. Na jó, ez nem igaz. Az elején nagyon döcögősen indultak a dolgok, ez tény, de azért a végére egész sok pénzt sikerült összeharácsolnunk, illetve szereztünk még csirkét, ültettünk még új busásra jövedelmező növényeket, és szereztünk egy generátort, valamint újrahasznosító készüléket is, sőt, még ezt a vízgyűjtőt is. Szóval nagy királyság, én úgy gondolom, Collect X, meg Hatch X, ezt még elintézzük, mielőtt elmegyünk a vásárba. Szóval azért haladtunk valamennyit, nem feltétlen annyit, amennyit szerettem volna, de majd meglátjuk, lehet, hogy ebben az epizódban behozom a lemaradást, és a három kombból harmadszorra sikerül arra kattintani, amelyikre szeretnék. Ez egy kicsit kellemetlen. Kikelt a kis csirkénk. Remélem az nem kakas, mert kicsit elegem van már a kakasokból. Nővéremék is így jártak, nekik is voltak kicsi csirkéik, vagyis hát tyúkjaik, amik keltették ki a tojásokat. Ilyen törpetyúkok egyébként is, az összes kis csirke kakas lett. Ami kellemetlen. Úgy látszik, hogy nagyobb eséllyel születnek szerencsétlenek kakasnak. No. Itt kéne lennie a Finchwick Garden Fairnek elvileg. Mikor kezdődik? Garden Fair. Ó, csak délután 3:30-tól kezdődik. Pie Competition. Olvassuk-e, hogy miről van szó. Több szimoleonnél adhatjuk el a saját dolgainkat, mint máskor. Úgyhogy megtartogatjuk a terményeinket mindenképpen. Illetve van Pite verseny is. Menjünk haza még gyorsan egy picit. Arra az egy órára. Megnézem, hogy tudunk-e még bearatni valamit, illetve tudunk-e ennyi idő alatt bármilyen pitét készíteni. Jó lenne minél több dologgal nevezni. És több lábon állni. Szeretnék nagyon egy olyan szalagot. Nem hiszem, hogy ennyi idő alatt mondjuk megnőtt volna a legnagyobb kropunk, de remény hal meg utoljára, és a többi sem igazán termett azóta. Viszont lehet, hogy meg tudnánk fejni Rizskát, esetleg mindenképpen megmossuk szegény, mert elég rosszul van. És nagyon boldogtalan, szóval beszélgetni is kell vele, adunk neki enni. Mit tudnánk még csinálni? Enriched milk. Jó, adjunk neki borravalót. Nincs túl sok pénzünk, de én elpazarlom rád, Rizska. Kim, hagyjál minket békén most, fiam? Mindjárt megyünk a Finchwick Fairre. Finchwick Fairhez started. Most már mondjuk nem tudunk csinálni pitét szerintem. De egy csomó mindent tudunk csinálni. Mondjuk pitét valószínűleg pont nem. De blueberry pie-t tudunk csinálni. Chocolate pie-t is. Húha. Szerintem csináljunk blueberry pie-t, az úgy jobban hangzik. Ezt gyorsan elkészítjük. Meddig van? Azt hiszem este 9-ig van nyitva, vagy hát este 9-ig elérhető ez a vásár. Addigra talán odaérünk, lehet, hogy egy kicsit be fogunk pisilni, az nem lesz túl jó. Ajaj. Vilike fiam, tudom, hogy most nagyon rosszul vagy, de szeretném, hogyha jó minőségű lenne az a pitéd. Mondjuk ebben a sütőben... Hát nem hiszem, hogy tökéletesen át fog sülni. Oké, ügyesen leteszed, Vilike. Nagyon szép munka. Még gyorsan menjem mosdóba, jó? Aztán fejd meg Rizskát, hogy finom tejet adjon, amit el tudunk adni drágáért elvileg. Jaj, ne kihív. No! Azt hiszem, ő az apukánk. Ő elhalálozott sajnos. Van egy enriched milkünk. Oké, gyorsan-gyorsan utazzunk be a városba. Kicsit versenyzünk az idővel, mindig Vilikével én azt veszem észre. Na, lássuk, hogyan kell nevezni.
ezekre a versenyekre. Ez itt az oversized kropos. Az meg a pités, úgy látom. Hoppá. Véletlenül átpörgettem a felugró menüt. Mindig elkövetem ezt a hibát, és ez nagyon idegesítő. Ó, egy csomó mindent lehet nevezni, nem csak az oversized cropot. Ennek örülök. Sőt, oh, nem, ez nem is az oversized cropos, hanem ez a sima. Uha, hát akkor nem tudom, hogy mi a legjobb terményünk. Várj egy kicsit, Willike fiam, körül kell néznem. Ez a pités, mindenki. Medium aubergine. De ez nem jön föl itt nekem, mint opció, úgyhogy ez, ezek szerint nem az oversized kropos variáció. Akkor lehet, hogy két dolgot is fogok nevezni. Ez egy nice blueberry. Megnézzük, melyik a legjobb minőségű, meg megnézzük, melyik a legdrágább. Ó, a taro root az nice, az jó, mert az olcsó, és nem fog annyira hiányozni nekünk. Ezek is nice minőségűek, ez is nice, de ezek drágák, úgyhogy ezeket nem szeretném oda tenni. Nice, nice. Ez mind, amit tudsz, kert. Nice a legmagasabb szint. Miért van ennyi így külön? Excellent. Na, az kell nekünk. Akkor van egy blueberry-nk, ami excellent. Jó. Akkor azt fogjuk nevezni. Oké, és... Ó, csak egyet lehet? Na, mindegy. Megnézem akkor a naptárat, hogy melyik az, amikor az oversized kropok vannak, cow fair. Ó, két hét múlva, akkor legalább addigra biztos, hogy be fog érni. A pitink. Ránéztem a pitinkre, mondom, az be fog érni. Nem, addigra biztos be fog érni az a tök. És amire kíváncsi lennék, hogy kinek tudok eladni dolgokat drágábban. Mert most elvileg drágábban tudok eladni dolgokat, nem tudom, hogy ugyanannál a standnál, mint eddig, vagy hol tudok drágábban eladni dolgokat. Minden esetre bemutatkozunk ennek a bírónak. Bemutatkozunk mindenkinek. Kim néni is itt van valahol esetleg, ha már eljöttünk. Deg-deg! Jó lenne vele is szocializálódni egy kicsit. Ajaj, az a baj, hogy be fogunk aludni. Itt van Kim néni! Adjunk neki egy puszikát, biztos örülne neki. Megölelgetjük. Na, de meg is nézem, hogy mit akart a néni az előző epizódban. Get the gossip. Find some sims around the village during the day who seem to be gossiping about other sims. Na, nézzük, hogy kik pletykálnak. Hello! Sajnálom, Kim néni, egy kicsit mellőznünk el téged megint. Szegény Kim néni amúgy. Állandóan mellőzve van. Nézzétek Agnest, ahogy itt hímezget, de cuki. Imádom. Csak meg ne várjam minket. Tudjuk folytatni itt ezeket a kis baked potétókat, amiket el tudunk vinni haza remélhetőleg. És nem fogunk éhen halni. Meg egyébként most is éhesek vagyunk, úgyhogy nem lesz hátrány, hogyha lesz itt egy kis kaja készem. Ó, no, nem sikerült kihallgatni a pletykálgatást. Szóval kell még egy kört mennünk. Ó, jaj, ne bealudtunk. De legalább a kaja készen van. Nem fordultak túl jóra Willikének a dolgai. Jelenleg. Na, se baj. Talán sikerül elkapnunk egy kis pletykát, és kapunk érte pénzt. Ezek miért nem nyitnak ki? Este 7-kor bezárt. De hát elvileg itt drágában el tudtuk volna adni a dolgainkat.
nem sikerült kihallgatni a pletykájukat. Ez szomorú. Minden esetre eszünk gyorsan valami finomat, és keresünk olyan padot, amin tudunk is aludni. Egy kicsit. Remélem, hogy nyerni fogunk valamelyik terményünkkel. Kaptunk egy veggie treatet és egy participation garden valamit. Ez szomorú. Viszont... nem nyertünk. Reméltem, hogy valamelyikkel nyerünk. Megnézem, hogy mit kaptunk majd. Mert elvileg kaptunk valamit a kis household inventoringba. Nem beszélget valaki valakiről? Nem, most senki nem pletykálkodik. Jó, mondjuk este van, azt írtek, hogy during the day. Szóval nem annyira vagyunk napközben. Mikor is nyitnak? Reggel... 9-kor? Mi az, hogy reggel 9-kor nyitnak? Én úgy gondoltam, hogy faluhelyen az emberek korán kelnek. Na mindegy, akkor addig hazamegyünk, mert még egy adag növényt le tudunk majd aratni addig. Valószínűleg. Meg természetesen az sem hátrány, hogy ki is alusszuk magunkat. Nézzük meg, hogy mit kaptunk. Nagyon kíváncsi vagyok. Komolyan visszakaptuk a kis blueberry-nket, meg a pitinket, és így ennyi. No hát... Mindegy, legalább majd mi megszabáljuk azt a pitét. Bele se ettek, szóval ne mondják azt, hogy ez le lett értékelve, vagy ki lett értékelve, vagy hogy mondjam. Nem nagyon tudok magyarul, úgy látszik. A veggie treat, az nem tudom, hogy mit okoz. Green wool, green egg, oké. Nem tudom, hogy arra szükségünk van-e, de egy csirkét megetetünk vele. Hadd örüljön. 2, 4, 6... 8-an vannak. Neked nincs kúpod? Lehet, hogy nincsen neki kúpja. Minden esetre megetetjük őket, mert láttam, hogy hisztíznek. Egy kicsit beszélgetünk is a csirkéinkkel, ha dörüljenek meg. Valamelyik kap egy zöld jutifalit. Stanley J's spirit is fading away. No. Hogy mi vagyunk a büdösek? Ezt nem jutott el a tudatomig. Ezt meg kell javítanunk. Take steamy shower. És elmegyünk aludni. Rizska is biztos nagyon éhes. Nem. Neki még van kajája, ennek örülök. Bearatjuk a dolgainkat. És aztán jól elmegyünk eladni. Kicsit repetitív ez a Rex to Riches, mint minden más Rex to Riches. Meg van a kis napi teendőlistánk, és akkor azt követjük. Növényeket is lehet recycle-ölni. Ez nagyon hülyén hangzik. Akkor legalább a taro root erre jó lesz, mert az nem ér nagyon semmit. De legalább kapunk belőle bitteket és pieces-eket. Ez most így nagyon hülyén hangzott, de nem baj. Úgy látszik, ingadozik az áramellátás a házunkban, mert egyszer sikerül áramot termelnünk, egyszer nem sikerül áramot termelnünk. Elég idegesítő a sok értesítés egyébként. Hogy állunk életkorral? Fontos lenne azelőtt megállapodni, hogy teljesen kiöregednénk. Hát, 2 nap múlva lesz a születésnapunk. Azért felnőttként illene már gondolni a jövőre. Őszintén szólva nem tudom, hogy... Fog-e még megjelenni a Sims 4-hez nagy kiegészítő, vagy akár gamepack, amivel tudunk csinálni Rex to Riches kihívást, szóval egy kicsit aggódom. Te mit csinálsz itt? Mira Watson? Jó, igazából én megköszönöm neked. Nem akarok menni randizni most, Kim. Tudom, hogy éppen arról beszéltünk, hogy veled hogyan fogjuk továbbvinni a kis jövőnket és családunkat, de nem megyünk most veled randizni. Én megköszönöm annak a néninek, hogyha így kigazolja a dolgaimat, ez nagyon rendes volt tőle. Meg is kéne elmöntözni mindent, néni, hogyha már itt vagy. Oké, igazából öntözni nem kell semmit, úgy látszik. De learatni le kell, úgyhogy Vilike, nem bánnám, hogyha gyorsan felkelnél, mert már délután 3 óra van, szóval kicsit el vagyunk maradva.
le fogjuk késni megint a nyitvatartási időt. Gyorsan-gyorsan szereld meg azt a cuccot, Vilike, hogy termelhessük a kis áramot. Scavenge for parts. Oké, kaptunk 15 komposzt dolgot. A komposzt dologgal nem tudom, mit tudunk csinálni. Azzal tudjuk komposztálni a növényeket? Fertilized crop. Hát ezeket nem nagyon. Ezeket sem nagyon, szóval ez nem tudom, hogy mire való. Ó, az kell nekünk. Jó, akkor az kell a generátorba, és mi kell a másikból? Vagy hogy mihez kell a másiknak? Nem tudok fogalmazni. Tehát az a kis csavarka, az mihez kell? Mert nem is emlékszem. Jesszus. Felnőtt az egyik roosterünk, úgyhogy ő... ő egy adult. És mekkora a másik? Van ilyen, van náluk olyan, hogy young adult? Van. Jó, akkor ezt a kakast fogjuk elcserélni. Trade for... Egyelőre Simoleon, oké. Egyelőre csak adjuk el, találjunk neki egy szerető otthont. Oké. Menjünk és adjuk el a dolgainkat. Várjatok, először ellenőrzöm, hogy tényleg bearattunk-e mindent, amit be lehet aratni. Itt még van cucc, amit be lehet aratni. Remélhetőleg ez még nincs kész, és nem tudjuk bearatni, mert szeretném, hogyha az ott maradna nagyon sokáig. Nem eszel, megyünk be szépen a városba. Jézusom, este hétig van nyitva az a cucc, igaz? Akkor nem megyünk be a városba. Bár igazából bejöhetünk, mert meg kéne próbálni figyelni a pletykákra. Hát, ha elcsípünk valamit, az nem lenne rossz. Természetesen lekéstük. Miért nem tudunk napközben jönni? Na, őket lehallgatjuk. Nem sikerült? Sikerült? Oh yeah, it's Guy Knight. Oh, akkor ez még mindig nem arról egy értesítés, hogy sikerült meghallani valamit. Miért figyelnek ennyire? Mi kell ahhoz, hogy sikerüljön lehallgatni őket? Oké, akkor... friendly introduction? Hát, ha bevonnak minket a pletykába. Nem tudom, hogy mi az, ami segítene. Most mindketten hallgatjuk őket, annyira nem figyelnek szerintem. Aj. Oké, venni kell nekik piát. Jó, akkor discuss interests, ask about day, brighten day. Megpuhítjuk egy kicsit ezt a nénit, hogy kiadja nekünk a titkait. Heartfelt compliment. Tell funny story. Meg tudjuk csinálni azt, amit korábban akartam, király. Akkor most hagyjuk a pletykálkodást a fenébe. Egy picit. Vegyünk egy italt. Hova tűnt a néni? Azért azt nem akartam, hogy elteleportálja, lehet, hogy így még egy kicsit próbálkoztam volna később. Na mondjuk most már mindegy. De legalább az egyik teljesülni fog ezekből, illetve el kéne mennünk madarakkal beszélgetni, de sajnos éjszaka azt sem tudjuk megcsinálni. Get the gossip. Valaki társalog még esetleg? Hello?
Valaki pletykálkodik még? No! Mennyi lecsúsztunk róla! Nem hiszem el. Milyen snob feje van ilyen szomorúan Vilikének aranyomnak. Király. Ez tetszett nekünk, úgy tűnik. Mondjuk meg neki, hogy melyiket szolgálja fel. Nekem a második jobban tetszett. Úgy döntöttem, hogy az jobb lesz. Oh, nagyon kell pisilnünk tőle ezek szerint. Mondjuk ez valami gombás ital, ha minden igaz. Az első meg gyümölcsös, úgyhogy lehet, hogy az első lett volna a tökéletes választás, de nem baj. Van itt mosdó ebben az épületben? Kéne, hogy legyen. Menjünk gyorsan fel egy mosdókörre, egy mosdólátogatásra. És ha tudunk, akkor ajánljunk fel neki még további segítséget. Nézzük, pletykálkodik-e itt valaki. Sajnos nem. Ó, nem ezt akartam. Egyébként kedvezményünk lenne most, ma a bárban. De úgy gondolom, hogy nem éri meg erre költenünk a pénzünket. Szerintem az az egy darab majdnem ingyen pia, az tökéletesen elég lesz Vilikének az est hátra levő részére. És nem tudom, hogy sikerül-e maradnunk reggel 9-ig, de szerintem nem. Egészen sok mindent tudunk csinálni neki. Oké, át kell adnunk ajándékokat valószínűleg. Próbáljuk meg ezt, mert hát ha vannak nálunk olyan termények, amik kellene neki. Kell 2 csokoberry a néninek. Van nálunk csokoberry? Kaptunk kaját. Van csokoberrying. Szóval ezt már oda is tudjuk adni a néninek. Friendly deliver csokoberries. Szeretem az ilyen easy küldetéseket, amiket már eleve teljesítettem. Oké. Ennyi volt? Ez minden? Oké, akkor felajánljuk a segítségünket valami mással is. Kéza bácsi. Thomas Watson. Nem hiszem, hogy nagyon pletykálkodik ott egyedül, de azért egy próbát megért. Mindenkinek bemutatkozunk hát, hogyha valakinél ott van az ajándék. Mindenkit megkérdezünk, hogy nála van-e. Valószínűleg egyikőjük sem tudja, hogy miről van szó, mert nem igazán szoktak az ilyen random szimek rendelkezni ezekkel a csomagokkal. Tehát Agnest kell megkérdezni, valószínűleg Kim nénit, meg a delivery guide, vagy nem tudom, hogy ki az. Mindjárt megmutatom. Jól megnézzük. Szóval őket érdemes végig kérdezni. A grocery deliverert, a mayort, a Kim nénit, az Agnest, meg a testvérét. Ők tudnak majd nekünk segíteni ebben a csomagkiszállításban feltételezhetőleg. Na de menjünk haza, mert úgy érzem, hogy nem fogjuk tudni ma se eladni a terményeinket. Egy 6 óra múlva visszajövünk. Addig nem nyugszom, míg most nem adunk el mindent, és leszünk gazdagok, mint állat. Feltöltjük Rizskának a kajáját, kitakarítjuk az olját. Összegyűjtjük a tojásokat. Kitakarítjuk őket is, és adunk nekik enni. Mennyi húsunk van egyébként? Van egy csomó alapanyagunk. Kaptunk itt egy kis kaját is. Mi? Spoiled? No! Oké, akkor a tejeket berakjuk a hűtőbe. Nem tudom berakni a tejeket a hűtőbe. Spoiled, spoiled. Na jó, mindegy, akkor ezeket eladjuk. Igazából. Ajaj. A romlott tejeket még simán el lehet adni szerintem.
Igazából ezt kéne megnézni, hogy mi van a hűtőnkben. Mert olyan zöldséget nem akarok belerakni, ami már van benne eredendően. Van egy kis gombánk, van két tojásunk. Ó, ezek is megromlottak. Aha, van két romlott tojásunk, ez szomorú. Akkor a még jó minőségűeket berakjuk. Salátánk is van bent. Ezek sokat érnek, 48, 56, 50. Akkor a 48-asból berakunk egyet. 37. Talán az a legolcsóbb. Akkor egy 37-eset berakunk ide. Tudjunk belőle csinálni dolgokat. Watermelon nincs bent, de ezek túl sokat érnek. Ahhoz, hogy berakjam. Krumplink nincsen bent, úgy látom. Ez nem is ér túl sokat, úgyhogy felpakolunk egy 6-ot, 7-et. Ez micsoda? Ez egy cherry. Abból is rakunk be mondjuk 4-et. Egy kicsit raktározunk, chocoberry is kell szerintem. Természetesen szükségünk van egy kis paradicsomra is, spagettikhez és hasonlókhoz. Tejből van olyan, ami nem romlott meg, szerintem nincs. Spinach, azt is berakjuk. Sage-et is berakjuk. Mert ezek nem érnek olyan sokat, hogy eladjuk. Ezért... ebből nem rakunk bele olyan sokat. Mint amennyink van. Jó. Hát gombát is rakhatnánk be. Charming mushroomot. Hát ha tudunk belőle valami finomat csinálni. Jó, talán ennyi elég lesz. Feltöltöttük a hűtőnket. Elmegyünk, alszunk is majd egy kicsit kaja után. Mit teszel, fiam? Ez mi? Bangers and Mash, ezt még mindig te csináltad. Jól van. Feltölthetnénk a hűtőt. Van egy még nem lejárt tejünk. Ezt viszont berakjuk a hűtőbe. Elfelejtettem, hogy sikerült hozzáadni jeget, vagy sem. Gyorsan megmossuk ott azt a pultot, letakarítjuk Riskát. Water all kell vennünk oversized cuccokat. Magokat, vagy nem tudom én micsodákat, amiből tudunk növeszteni. Oké, mindjárt reggel 9 óra, nem akarom átaludni megint az egész napot. Szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy Vivikinek a napi rendje teljesen felborult, és éjszakai életmódot folytat. Kotkoda is öregszik, ez nagyon-nagyon szomorú. Tényleg szükségünk lenne még egy pár felnőtt csirkére. Nem akarom felvenni a telefont, mert szinte 100%-ig kik biztos vagyok abban, hogy valami halálhír. Oké, kihozták a számláinkat valószínűleg. Király! Ezt nézzétek, mennyire nem fizetünk semmiért. Na jól, ott taxizokat fizetünk, mert valószínűleg az a néni megint panaszkodott, hogy nem felelünk meg az ő elvárásainak. Weed all. Harvest all. Evolvoljuk itt a dolgokat. Ezek már nem nőnek. Summer and spring. Beköszöntött az ősz. Ajaját kéne rendeznünk a kis kertünket, mert ez out of season. Jelenleg ez a növény, és ő nagyon-nagyon sokat hoz nekünk. Szóval ez nem lesz így jó. Fall and spring. Te szépen kijössz, és a helyedre bemegy ez a négy. Ezekre nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Illetve a gombákra is. Úgyhogy itt különböző átrendezések lesznek.
Melyik a növény? Taró, az nem érdekel minket. Sage, Moral Plant, ez nagyon-nagyon kell nekünk. Itt ki van, aki esetleg őszi? Summer. Ő Winter, szóval ő se jó nekünk, ők nekik is itt bent kell maradniuk. Fall, ő akkor kijöhet, és egy Moral Plant mehet a helyére. Jó, legalább egy lesz, ami termeli nekünk a zsét. Egy kicsit aggódok. Hello! Egy kicsit aggódok amiatt, hogy így egyel kevesebb terményt tudtunk learatni, mint amennyit lehetett volna ebben az évszakban, de nem baj, most gyorsan szúszunk be, mielőtt bezár az egész kócerály a belvárosban. Most már tényleg nagyon el kell adni a dolgainkat, hogy tudjunk befektetni különböző dolgokba. Nagyon-nagyon lassan haladunk, mert minden nagyon drága, úgy látszik az infláció a szimeket is érinti. És valahogy egy kicsit le vagyunk maradva a pénzkeresés dologgal. Nem tudom, hogy a többi Rex Turicis-ben gyorsabban sikerült-e haladni, de határozottan úgy gondolom, hogy ebben a Rex Turicis-ben azért sokkal több kihívást teljesítünk, mint a korábbi évadokban, hiszen off-the-grid telek típuson próbálunk élni, csak alapanyagokból főzünk, még rókák is jönnek, szóval azért megdolgozunk ezért a pénzért, én úgy gondolom, rendesen, sokkal jobban, mint a korábbi évadokban. Azokban csak ki kellett kukázni dolgokat, aztán kész, meg bármikor nőttek a növények, ugye, főleg évszakok előtt, meg horgászgattunk, meg ilyesmi, és akkor csak az inventoriba behúzkodtuk, eladtuk őket, vagy az asztalon adtuk el őket, hogyha már megjelent olyan kiegészítő, amiben volt asztal, úgyhogy azért én büszke vagyok, mert ebben mégsem használjuk az asztalt, nem adhatunk el bármit bármikor. Jó, használtuk az asztalt párszor olyan dolgokra, amiket itt nem lehetett eladni. Jézusom, mire ezt végig kattintom. Az a jó, hogy a romlott tejet is el tudjuk adni. Az azért nagyon nagy könnyebbség. Kár, hogy az enriched tejet azt kidobtuk, mert hogy romlott. És az sokkal, de sokkal többet ért volna. Jó, ez egy tanulság most a számomra. Csak 99-et lehet egyszer eladni, ez elég szomorú. Kokonát! Csak a berry-ket is eladjuk, tojásokat is eladjuk. Mindent eladunk, amit csak lehet. Aj, miért van ilyen sok ebből? Na, a green egg az 25-öt ér, az király. Kicsit ez olyan popketes játék, még mindig. A huckleberry az mire jó? Ó, pancake-be szokták rakni. Eladjuk a közepes terményeinket is. Azok azért nagyon jól jövedelmeztek. Megéri ezeket az oversized cropokat növeszteni a kertünkben. Ha hazamegyünk, akkor veszünk még ebből a pénzből magokat, amiket el tudunk ültetni gyorsan. Sajnos így most csak 3 quill fruitunk van. Itt van 3 rózsánk is, menő. Vannak apró aubergine-eink is, azokkal nem megyünk messzire sajnos, de így is azért 4000 simoleon fölött így is azért 4000 simoleon fölött fogunk keresni ezzel a mai kiárusítással, szóval teljesen elégedett vagyok Willike kertjének teljesítményével. Jó, a húsikát nem adjuk el. Király, kerestünk 5000-et, zúzunk haza. Vagy megnézzük, hogy pletykálkodik-e itt valaki. De szerintem nem. Szomorú. Akkor menjünk haza. Ezt majd a következő 2 hét múlva tartandó, vagyis már másfél hét múlva tartandó versenyre fogom elvinni. Addig remélhetőleg, hogy ha így a földön van hagyva, nem fog megromolni. Legalábbis én remélem. Elfelejtettük eladni a körtéinket? Ez szomorú.
pumpkinból veszünk többet, meg a watermelonből, meg az aubergine-ből, mert azok a legjobban jövedelmező ilyen termények, legalábbis szerintem. Egy kicsit összekavarodtam, hogy melyikekre kattintottam merre, és melyikre nem. Több ilyen veteményes kertet is kell vennünk, mert így korlátozva van, hogy mennyit tudunk elültetni, sajnos. Oké. Okay. Fel tudunk-e javítani valamit? Szerintem nem. Nekik adunk enni, mert éhesnek tűnnek. Ó, milyen szép ez a fekete kakas amúgy a zöld tollával. Jó, elmegyünk mosdóba, és lefekszünk aludni. Egy kicsit Riska remélhetőleg jól van. Neki még van kajája, úgyhogy amiatt nem kell aggódnunk legalább. Megnézem, hogy van-e már elég fuelünk. Nincsen sajnos, úgyhogy ezt a 3 blueberry-t szerintem újra hasznosítjuk. Vagy azt a 6 darab körtét, inkább a körtéket. A piros húst per vörös húst pedig inkább berakom a hűtőszekrénybe, mielőtt megromlik, és adunk hozzá jeget is. Azért romlott húsból nem szeretnék főzni. Nem szeretném, hogyha a Willike szalmonellás lenne. Human and Hijinks Festival is in town, ahova nem fogunk elmenni. Sajnálom, Willike, nem igazán érdekel ez most minket, neked ennél fontosabb küldetéseid vannak ebben a játékban. Még nem tudom eldönteni, hogy mire költsem az 5000 szimoleonodat. Ez egy jó kérdés. Megnézem, hogy hogy állunk a különböző nyersanyagtermeléssel. Hát elég rosszul. Legalábbis ami az elektromos áramot illeti. Valamit kéne tennünk ez ügyben. Remélhetőleg tudunk adni hozzá ilyet majd. Insect biofuelt is adhatunk hozzá. Szóval vehetnénk bogarakat. Várjatok, most megvárjuk még ezt befejezni, és akkor utána döntünk arról, hogy a blueberry-ket is újrahasznosítjuk-e. Nem, mert ez 114-et adott ez a 6 darab körte, ez nagyon király. Elmehetünk zuhanyozni, és készíthetünk valami finomat, vagy hát megehetjük a maradékot inkább, mint hogy pazaroljunk. Aztán Willike nagyon jól lesz, szóval kigazolhatja a növényeit, amiknek erre szüksége van. Hamarosan jön a tél, úgyhogy össze kell szednünk magunkat, Willike, mert télen nem lesz túl jövedelmező a kert biznisz, ha nem bővítjük ki az üvegházadat. Ennél jóval nagyobb üvegházra lesz szükségünk. Olyat szeretnék, hogy ezt elhúzom egészen eddig. És akik most itt kint van, mind bekerülnek az üvegházba. Valaki itt tud kelni, úgyhogy oda megyünk Willikével, és segítünk neki. Szerencsére a róka nem tud bejönni a csirkéinkhez. Úgyhogy ez király, adunk nekik enni, és összegyűjtjük a tojásokat. Kitakarítjuk a kúpocskát. Ezt is kitakarítjuk, hogy reggel mindenki teljesen tökéletesen elégedett legyen. Sikerült 6 darab tojást összegyűjtenünk, aminek nagyon örülök. Kicsit beszélgetünk a csirkéinkkel, mert szeretném, hogy boldogak legyenek. Hé! Mit kerestél odakint? Most ki tudnak menni a kerítésen? Erről eddig nem volt szó. Bár úgy látom, hogy a ház alapszatán is átmennek. Megnézem, hogy hogy állunk most az áramtermeléssel, hogy változott-e valamit a mértéke, hogy a generátorunk dolgozik, nem úgy tűnik. Upgrade. Oké, kell
Electronic Upgrade Part. Nem tudom, hogy tudunk-e valahogy rendelni ilyet. Kifizetjük a számláinkat minden esetre. Az fontos. Király! Megöntözünk itt mindent, és learatjuk a busásan jövedelmező növényeinket. Nagyon izgatott vagyok, hogy mennyi pénzt fogunk kapni ezekért, hogyha legközelebb elmegyünk Kim nénihez. Valószínűleg ebből a 4000 szimoleonból egyébként a hálószobát fogom bővíteni, illetve a kis, hogy hívják ezt, greenhouse-unkat, üvegházunkat. És hogyha már itt tartok, vagy itt tartunk, igazából el is köszönök tőletek, mert ezzel fogok foglalkozni a részen kívül, hogy egy kicsit átalakítsam a házunkat, és így befektessem a pénzt, amit megkerestünk. Gyorsan még itt elűzzük ezeket a rovarokat, ezekre nem igazán van szükségünk. Illetve meg kéne öntözni ezeket, bár esik az eső, úgyhogy talán erre nem kell, hogy sor kerüljön. A víz pedig valószínűleg nagyobb ütemben fog szaporodni most a családi eszköztárunkba, vagy hát a kis, nem tudom, eszköztárunkban, hogy nevezi ezt a játék. Szóval minden királyság. Én itt el is köszönök tőletek, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!